Jó. Most sok-sok éves hagyomány, hogy Dunaharaszti Gyermekbarátok mozgalma segíti az iskolában menő gyerekeket iskolatáskával és iskolaszerekkel. Az idén hány iskolatáskával készültetek? Idén 16 iskolatáskát fogunk átadni a gyerekeknek. Egy picit változtattunk az elmúlt évek szokásán. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy a praktikus táskát adjunk, jó erős táskát adjunk a gyerekeknek, és minél több iskolaszert rakjunk bele. Idén az a változtatás, hogy kevesebb iskolaszert tudunk adni a gyerekeknek, viszont a korkövetelményeinek, azt is mondhatnám, a divatnak jobban megfelelő táskát adunk gyerekeknek. Kik kaphatják meg ezeket a táskákat? Volt esetleg egy előzetes igényfelmérés a részletekről, akár a gyermekjóléti szolgálattal konzultálva? Évek óta együttműködünk az óvodákkal. Az óvodák nagyon, óvodában dolgozó óvodapedagógusok nagyon jól ismerik a gyerekeket és a szülői hátterüket, és mindig ők tesznek javaslatot arra, hogy kik kapjanak táskát. Így történt ez idén is, és az óvodáink először 15, majd 16 javaslatot tettek. De akkor ennek megfelelően lett kiválogatva, hogy fiús vagy lányos színek legyenek? Igen, igen, nagyon fontos volt, hogy előre tudjuk, hogy hány lány és hány fiú fog táskát kapni. Ez szerint vásároltunk táskákat, így van, ez látszik a táskákon. Nincsenek idén uniszex táskák, vagy fiúsak, vagy nagyon lányosak. Igen. Mekkora az a keret, ami így rendelkezésetekre állt, amivel így tudjátok segíteni őket? Több mint 200 000 forintot költöttünk a idei teletáska akcióra. És mi minden található ugye most a táskában? Írólapokat, néhány füzetet, tisztasági csomagot, tornazsákot raktunk a táskába, és egy órarendet, hogy legyen mire fölírni, hogy milyen tárgyak következnek, vagy milyen menetrend lesz a héten. Ennyit el lehet idénre. A táskán van most a hangsúly, ők elég drágák voltak. Szuper jó. Szuper jó táska. Föltesszük a hátadra. Jó, és akkor mehetsz is az iskolába. Oké? Okay? Jó tanulást neked. Szia!